És a doboz tartalmát azt meg lehet nézni. Majd nézzük már olyan, mintha egy ajándék lenne. Igen, Nonna esetben egyébként... Ez egy bemutató ez doboz, egy bemutató tehát doboz. Mondom a többieknek is, tehát bemutató doboz, amikor megkapjátok, akár ha online szerződéskötés van, mert ugye online is lehet szerződést kötni, akkor, és megkapjátok a dobozt, akkor nem nyitjuk ki, hanem felrakjuk a szekrény tetejére, vagy bárhova olyan biztos helyre, ami közel van ahhoz a bőrönthöz, amivel aztán majd mentek be a kórházba, hogy otthon ne maradjon. Mondjuk akkor sincs tragédia, mert ugye a kórházak nagy részében azért van ott SOS doboz, de hogy apuka erre figyeljen. Ez tulajdonképpen a belső tartalma, ebben van egy népzselé, ez fogja biztosítani majd azt a hőmérsékletet a dobozon belül, ami szükséges a mintának ahhoz, hogy beérkezzen uh-huh. Épségben a laborba. Igen, mert ez ugye Nyíregyházáról Budapestre kell érni, 24 vagy 48 órán belül? 36 órán belül. Jó, a kettő között, ez 36 órán belül. Egyébként itt rá is. És igen, azt még meg szerettem volna kérdezni, hogy ilyenkor, hogyha megszületett a baba, akkor telefonálni kell arra a számra. Na itt ez van. Is feladata lesz a pának. Igen. Itt vannak a telefonszámok, amint a védelmetokoznak a tetején. Ez 0-24 órában hívható, és ebben az esetben meg kell mondani, hogy ki volt a szülőnő, illetve melyik kórházban tartózkodtak, és ők oda fognak elmenni. Uh-huh. Ők fogják begyűjteni uh-huh. ezt a dobozt. Igen, még azt szerettem volna megkérdezni, hogy milyen adatokat kell majd bediktálni a telefonba neki, hogy igazából azt, hogy melyik a legfontosabb, biztos, az, hogy biztos, melyik kórházban. Biztos, hát apa nem fogja tudni pont azt, ami kell. A nevedet elsősorban azt kell elmondani, illetve azt, hogy melyik kórházban vagytok. Jó. Tehát olyan nagyon nagy... Hát igen, mert a szerződéskötés folyamán minden perces, minden adat rendelkezésünkre áll. Ja, jó. Akkor azt már akkor fogják ott bent tudni. Persze. Jó. Persze. Illetve majd ezek az eszközök is fel lesznek, azonosítókkal el lesznek látva, úgyhogy ebben az esetben ez így tévedhetetlen dolog lesz. Lesz majd egy kis vérvétel is, ez az anyai vérbevizsgálásához lesz szükséges. Erről viszont nem tudtam. Virológiai vizsgálatokat fogunk végezni, tehát ugyanúgy, ahogy a köldökzsinór vér, az anyai vér is bevizsgálásra kerül. Uh-huh. A köldökzsinór darabjának az elhelyezésére biztosítja a tárolót. Ez az, amiről mondtad, így hogy 15 centi kell, hogy 15 centis hogy darab legyen, kerül elhelyezésre. És ez a szöveti. Tehát ami azt jelenti, hogy például a nagypapának fáj a térde, akkor még oda is használható. Igen, rengeteg újdonság van így a szövet felhasználás tekintetében is, hiszen ahogy mondta is Ami, hogy a polc csont szövetpótlásra alkalmas, de rengeteg kísérleti kezelés folyik egyébként a Femicor csoporton belül is. Hűha. Hűha van? Igen. Ha megfordítod, akkor nem. Elég komolyan néz ki, Ami. Igen. Ez a köldösi nolvér levételéhez ad tulajdonképpen lehetőséget azáltal, hogy ebbe a tosabba fogják begyűjteni a maradék vér. Most jól nézd meg, mert ebből semmit nem fogsz látni gyakorlatilag, legalábbis nekem az a tapasztalatom, igen. hogy kismama mellkasán ott van a baba, és neked az előzőnél is az volt a legszebb pillanat. Igen. Itt arra fogsz figyelni, és közben ott majd molyolnak, dolgoznak egy pár perc. És aztán le kell, hogy legyen ez a tasa? Hát a maradékkal dolgozunk, úgyhogy ebben az esetben, hogy ami rendelkezésre áll, azt fogják ebbe. De akkor itt nincsen kikötés, hogy például minimum ennyinek be kell érkezni, és akkor, hogyha nincsen meg az a minimum, az van egyébként, hogyha... Van egyébként minimum, hogy akkor nem használható. Akkor nyilván akkor nincs benne az a terápiás érték, amiért érdemes lenne tárolni a mintát. Viszont azoknak megnyugtató, akik azt gondolják, mert ugye ez mindig kérdés, hogy tehát, hogyha nem sikerül, akkor nem kell kifizetni. Nem tudsz ráfizetni gyakorlatilag arra, hogyha egy ősejt szerződést kötsz, hiszen, hogyha nem felhasználható, nincs benne olyan terápiás érték, akkor nem fizettetik ki el. És hogyha valaki császármetszéssel szül, nem természetes úton, akkor ugyanezek meg tudnak valósulni császármetszés így után van, is? Így van, tehát megvalósítható mind a természetes, mint pedig a császármetszéssel. Szülők esetében tehát akkor is. Ugyanúgy le tudják ezeket a mintákat venni császármetszés után van, is. Így van.
És ez pedig a placenta vérlevételi szett. Ez is elég komolyan néz ki. Ez hasonló, mint az előző. Ehhez még itt egyéb eszközök is vannak. Ja. Sterilizáló kesztyű. Csipetek. Amikor megszületik a méhlepény, akkor egy speciális folyadékkal fogják azt feltölteni, átmasszírozzák, és utána történhet a placentában lévő vérnek a begyűjtése, amihez egyébként, illetve mindehez biztosítjuk egyébként a gyűjtési segédletet is. Úgyhogy ebben lépésről lépésre látható. De ebben te nem szerepelsz. Tehát a gyűjtést ezt a szülésznő, illetve az orvos végzi majd. Én szeretem az ilyeneket egyébként. Majd utána látni fogod, mert felvesszük. Hogy nekünk volt egyébként a családban olyan, aki daganatos volt, és akkor abba halt meg, hogy már azok is... A legtöbb rész az gyógyít. Ugye a daganatnak rengeteg változata van. Elsősorban ugye a köldökzsinórvérnél ugye a vérképzésből eredő, vagy azt érintő daganatos megbetegedésekre ad terápiás lehetőséget. De nyilván mindig csak visszatérni tudok, tehát amikor van egy kezelési mód, és abban jelen van az őssejt terápia, mint lehetőség, akkor ezt mindig megtudja a család, és ebben az esetben ugye nyilván ezt akkor tovább tud lépni, illetve van kihez fordulni, van mihez nyúlnia. Igen, tehát hogyha fellép egy ilyen dolog, akkor egyszerűen fogod a telefont, kérsz egy időpontot, és egyébként érdemes is mindig, amikor ilyen nagyobb betegség van, akkor mondani azt, hogy az orvosnak is, aki éppen a terápiás orvos, hogy van őssejtetek. Mert hogy már olyat is hallottam, hogy valaki ezt így elfelejtette mondani, és kiderült, hogy az jó lett volna. Hát akkor szerintem ezt így most le is zárjuk. Gyakorlatilag kimaxoltuk az ősejt történetet, mert tényleg mindent megkérdeztél. Akkor mindent tudsz? Igen. Amit szerettél volna? Igen, igen. Akkor apának lista? Igen, azt fel is veszi. Mikor mit csináljon, igen. Mit mondjon, mert mikor Bencuska született, akkor például először elfelejtett, hogy mi a neve. A gyereknek? Igen, hogy milyen nevet akarunk adni a gyereknek, és akkor egy darabig ott csak pislogott, hogy akkor mit is írnak rá a papírra, milyen nevet. És egyébként most mondtam neki, hogy na akkor hogy fogják hívni a gyereket, és akkor mondta, hogy Dolcsá Gergő. De mondom, nem Gergely, Gergő? Nem mindegy. Igen, mert nem mindegy. Igen. Úgyhogy én egyébként ilyen listázós vagyok, és egyébként nekem mindenről van lista az is, hogy mit kell előkészíteni, mire szülök, mit kell a bőröntbe tenni, mit kell a gyereknek a bőröntbe tenni, mi kell utána, milyen kenceficék kellenek, milyen gyógyszerek kellenek, tehát nekem mindenről lista van. Egyéb iránt ez szerintem jó is, mert hogy abban a helyzetben azért egy kiélezett helyzetben vagyunk, amikor tényleg még a nevünket is akár, vagy a gyerek nevét elfelejtjük, úgyhogy legyen így, kriós doboz nem otthon hagyni. Igen. Sziasztok! Sziasztok! Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat! Na, ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot! Köszönjük, hogy velünk vagytok! Most itt!